Köszönöm az erőt. Kós legyen! Veszünk? Forgunk? Szevasztok, srácok! Köszönt! Bedughatod a hajszárítót, kislányom! Szóval itt vagyunk megint a Jani kertbe. Jani! Ezt már direkt csinálja. Tudom, eddig is direkt csinálta. Na, itt vagyunk a Jani kertbe, és képzeljétek, a születésnapom alkalmával nyomunk egy nagyon király bicózós sessiont. Semmi tervünk nincsen igazából, nyomunk egy király bicózást, gyakorlunk, edzünk. Kezd azért már hideg lenni így november végére, azért csak szedjük össze magunkat már. Nagyon sokan írtatok, köszönöm szépen mindenkinek, hatalmas nagy királyok vagytok. Ja, és nyomom a nós évet, most még mindig, most vagyunk a hónap felénél, ugye? Még egyszer ennyi, hogy mekkora izé én. Na mindegy, bemelegítek most már, azért kicsit hideg az időjárásunk, és ezután találkozunk kicsit később. Hogy már bekoszoltam a bicós cipőmet, természetesen fehér cipőt kellett választok, ugye? Hát mert miért ne? Janinak van egy gördeszkája. Legkönnyebb koptassuk tőle kicsit azért a koszt. Meglátjuk, hogy milyen trükköket tudok itt a deszkával nyomatni. Mert egyébként nagyon élveztem a gördeszkázós videót, amiben tanítottak gördeszkázni. Ha esetleg ezt nem nézitek meg, akkor csekkoljátok le itt valahol. Bemelegítek. Megnézzük, hogy sikerült a peges trükköknek a gyakorlása, hát ki fog derülni. Hát még nem elég jó. Szerint. Nem vár, olyan jó lett mondanak. Ja, vágod. Az a lényeg, hogy sokat gyakoroltam. Na figyelj most! Oh, ez mennyiből volt meg, Zozu? Hát, viszonylag hamar meg volt. 2-3-300. Egy jó front jam nose, manuál, csúsztatás. Igen. Sziasztok, mi a helyzet? Ken Zozu vagyok. És éppen be fogom adni ezt a trükköt 3 próbával. Húha! 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 Áááá! Most láttátok az előző körnek a végén ezt a nose-manuálos dolgot. Na, azt kell tudni erről a trükkről, hogy nagyon nehéz. Tehát ezt nagyon el kell kapni, nagyon ott kell lenni, fejbe egyensúlyozni kell. De hát itt a 22. életévét betöltött úri embereknek ez mennie kéne. Csak úgy mondom, hogy megjegyezzük, hát meglátjuk, hogy megy-e. Most, megy-e? Erős a gravitáció, nem, Zozu? Hát még szerencsé, hogy fejér a pulcsin, biztos nem lesz koszos. Hát dehogy. Most egy kicsit úgy érzem magam, mint amikor elkezdtem bicózni ilyen 14-15-16 évesen, amikor jó hidegben is muszáj volt kimenni bicózni, hogy kelljen az új trükköket gyakorolni. Hát akkor jobban élveztem, de most is élvezem, hogy bicózhatok persze, csak azért jobban szeretnék nyáron, vagy mondjuk egy jó meleg helyen. De hát itt is király most, amennyi madár, Jézusom! Tiszta nap, Geo. Jézusom! Ne! Jézusom! Meg volt. Próbálj még kettőt, ha nem. Ha igen. Érted. Vágom. Meg volt.
Volt már szebb is, de megvolt. Még kettőt megnézünk. Hát, fokkal kevésbé sunyulósabb. Jó ez, jó ez. Köszönöm. Ezért, nincs oda kamera effekteket, láthatod. Na, közben besötétedett az előző felvétel óta. De még mekkora szerencsé, hogy van ilyen fullos világításunk. Mi, Jani? Hát igen, igen. Bam. Yeah. Yeah. Ja, nyomassuk tovább a sessiont. Hol tartottunk? Hát. Hát. Egy 360. Zolikám valami. Mi? Szaltó. Szaltó? Szaltó. Menjen is szaltó. Hátra. Hátra. Szaltó. Jó. Kicsi. Szaltó! Keep that slide going, bro. Ennyi. Én még nem. Muti. Erre nem voltam felkészülve, és nem volt benne a tervben se. Yeah. Közben maxon csörgetelom. Meg is nézem ezt a felvételt. Yeah. Legalább... Eszen a drágot! Tesco-ba vásároltam. Jó! Woo! Hát azért ez a trükk. Még jobban ment, amikor még fékes arcoltam és fiatalabb. Régi szép idők. Amint látjátok, nem én voltam a videóban, hanem itt vannak a kicsik is. És a legutolsó videóban, mivel szerepeltek, az úton nagyon-nagyon-nagyon sokat fejlődtek. Igaz, egy kicsit sötét van, de ettől függetlenül szerintem megmutatják a tudásukat, hogy mit tanultak azóta, mióta legutóbb láttátok őket. Nagyon ügyesek, 7 és 8 évesek, tehát az kevés. És nagyon ilyen trükköket tudnak, én viszont most felveszek egy kabát ott. És megmutatják a srácok. Yeah. Yeah. Pont, hogy elég. Ennyi. Király vagy. Öcsi. Yeah. Jól vagy? Az igen. Oh, öcsém. Jól vagy? Jó. Azaz, kicsi! Azaz! Ja! Ó! Yeah! Gyere! Jó, ide érkezett a deszkánk. Na nézzük, Jani, sosan mutass valamit mi? Nekünk. Hát az le kell venni a kabátot, az a két trükkhöz. Oké.
Az igen. Csillag. Jó. Jézusba tovább gurulós. Yeah. Ó, oh, ez elég clean volt. A másik. Király. Yeah. 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 Hát ne. Ezt nem hiszem el, János. Hát megkopogtatom a spájnon. Ezt vettem fel a legszarabbul. Ennyivel teljesen elégedett vagyok. Várj, a deszka. Jó, a check. Nem tudom. Kemény. Na, zárjuk is a napot. Azért volt itt ma minden. Volt háromhatorozás, bicózás, deszkázás. El is fáradtam azért eléggé. Na remélem, hogy tetszett ez a videó, ha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot. És iratkozzatok fel. És iratkozzatok fel a csatornára. Igen! Találkozunk a következő részben. Csekkoljátok le az Instagramot, mert van ott azért egy fullos trükk a mai napról. Feltettem egy király kis deszkás dolgot. Nézzétek meg, hogyha tetszett. Ott is dobjatok egy lájkot és egy követést, amíg nem tettétek meg. Szülcsi napcsiainak ez nagyon, nagyon szuper lesz, hogy bekövettek az Instán, kösz szépen. Na, és találkozunk a következő videóban. Köszönjétek el, srácok, mert királyok voltatok. Hello. 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 Ciao. Császtok.